Steam, Origin, Uplay játékok, akár eredeti áruk töredékéért. Sőt, nálunk akár készpénzzel is fizethetsz. Gamager.com. Eredeti játékok, olcsóbban. Na hello pingvinek, itt Nessa, és folytatjuk a Mafia 3-at onnan, ahol abba hagytuk, ugyebár itt vagyunk a mocsárban, és kőkeményen le fogunk számolni a Haiti bandával. Ellis-szel az oldalunkon. Egyedül megyek hátulról, hogy ne számítsanak rám, ugye itt a vízfelőli támadásra ne számítsanak. Ellis-szel meg majd elől találkozunk. Fasza a terv, Lincoln! Nyomjad a hosszú katinkát. Nagyon helyes. Olimpiai aranyér úszunk. Micsoda kartempó, gyerekek. Első osztályú. Na, elég a hülyéskedésből, Nessai kőkemény maffia balhé van. Meg kell találni Bakát, ugye? Ő a haitiak vezetője. Ugye a lopakodást ugyanúgy jelzi a játék, mint az összes többi, gyakorlatilag egy ilyen fehér félkör mutatja, hogy látnak-e minket. Iszok egyet, amíg ezek beszélgetnek. Azek pont rólunk dumálnak. Hogy el akarnak minket intézni. Hát, a rohadt anyátokat. Velünk akartok balhézni. Ezt te zsebre, te! Haiti faszkalap. Pisztolyát elvesszük lazába. Hello, főnök. Hello, hello. Megérkeztem! Puty! Pisztolytussal nagyon szépen elintéztük. Meg még egy kis shotgunt is kölcsön vettünk. Fasza! Nem tudom, mennyire kéne ezt te... Ójaj, ott is van egy csávó, azt észre se vettem. Hát, hogy azt is el kéne intézni, nehogy meglepjen minket hátulról. Nem tudom, mennyire érdemes egyébként stealth-be csinálni ezt a részt, tehát, hogy mehetnénk lövöldözve is, de gondolom nem véletlen. Mutatta a játék, hogy így kéne. Szoszi van, főnök. Legalább töltény volt nálad? Ott van a fegyvere a földön. Ah, nem láttam töltény, de mindegy. Na jó, menjünk akkor tovább. Sicslagy, sicslagy. Röcög a 60 FPS, nagyon helyes. Na, menjünk vissza lopakodó módba, nemhogy itt észrevegyenek. Aha. Opika! A T-vel tudunk fütyülni, és ezzel közel vonzhatjuk a csávókat. Okay. Én most ezt megpróbálom. Jaj. Necces volt. Úgy. Egy jobbos öklössel hatástalanítottuk. Most el kéne kapni a haverját is, mielőtt elsétál. Szoszi főnök. Mondjuk ez itt nem a legjobb helyen van, úgyhogy gyorsan elvonszolom a dagadt testét, mielőtt észreveszik. Valahova ide le kéne dobni. Pihenjél le itt a farönkök közelében, a tűzifa mellett, srác. Merre menjünk? Das ist ein question. Aha. Ott vannak bal oldalt, meg ott középen is sokan. Lehet, hogy inkább megkerülöm a másik oldalról. Kőkemény Assassin's Creed akció, a könyökön pedig veszett módon viszket. Nem mintha ez bárkit érdekelne, de ilyen belsős információként megosztottam. Annyira fosok, hogy valakit nem fogok észrevenni. De majd a kis indikátorunk úgy is jelzi, hogyha valaki látja, hogy itt kommandózok. Opa, ott van a csávóka. Itt a izé mögött, kapd el! Csöndesen, csöndesen agonizálj, főnök. Oké. Ennek a testét is elvonszolom kurva gyorsan. Mielőtt balhé lesz. Itt leraklak ide hátra, itt nem nagyon látok senkit.
Föl tudok mászni? Space. Hát bazzeg, tényleg izé Ezio Auditore vagyok, gyerekek. Most az a leddőrzes dolog ott fog maradni a képernyő bal oldalán örökre, amíg az emberiség él. Ott sétál egy csávó, azonnan elmehetne. Ne dobáld az érmédet, faszjancsi! Gyorsan kap föl a testét, kap föl a testét! Vidd be a házba! Nem tudom, hogy ezt ennyire stealth-be kéne játszani, de jelenleg kurva menőnek érzem magam, úgyhogy remélem nem baj, srácok. Aztán utána úgyis el fogom rontani, egy hamar, ne aggódjatok. Oké, ott van három ember. Ezeket innen balról kéne megközelíteni, talán. Lehet, hogy ezt be kéne csalogatnom ide. Egy bazzek, ketten is meghallották a fütyülésemet. Nem vesznek észre, semmi probléma. Kicsit necces volt ez a megmozdulás. Hát te hülye vagy, főnök. Fújj! Oké. Szerintem tök jól megy, baszod. Hello, hello! Gyere ide, cica! De lecsaplak, mint a taxi órát! Ó, hogy megcsapkodta a kis farmeres popómat. Nagy haldoklás a közepette. Jó, hát ezt a területet itt kiirtottuk. Ó, itt egy buzogtató. Na, lássuk a szituációt. Ott van egy ember, ott van még egy. Ott is van egy az ablakba. Na, vajon a fütyülök? Oké. Csak egy hallotta meg. Bazzeg, ne vegyél már észre. Bazzeg, miért jön ide mind a kettő? A kurva életbe, ez így nem lesz jó. Gyorsan a másikat is, gyorsan a másikat is! Gyorsan, 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 Lincoln, mennyi? Ütésváltás! Király! Ójaj! Hát rohadtul észrevettek. Hát eddig tartott az assassin akció. Hát egész sokáig bírtam. Ezt neked, te buzi. Töltény utánpótlás azért kell. Ó, hogy neked nagy búzogtatód van. Ennyit rólad. Ki a következő? Sammy megkérte, hogy ne folyjon túl sok fekete vér fölöslegesen, de úgy érzem, hogy ez a hajó elment. Ó, bazd meg a shotgunodat! Ott van valami izé, első segélydoboz. Fasza. Nem tudom, hogy kell a medkitet használni, mert azt nem mondta meg a játék, de majd kiderül. Hello, főnök! Ezt neked, te! Baka! Ja, ez volt a főgeci. Én meg jó megsoroztam. A hálóval akartál basszakodni? A fekete maffiával, köcsök. Áó! A nyakcsigolyák megfordultak. Bakának annyi. Ennyit a haiti bandáról. Ó, egy kisgyerek? Nem, egy nő. Ja, ezt a nőt, izét, erőszakolta. Meg ilyenek.
Nem csodálom, hogy mérges. Üssed a hulláját, néni, üssed. Igazad van. This is never going to be over. Pajam! Jó, hát én értem, hogy mérges. Én is mérges lennék, hogyha egy néger csávó erőszakolna éjjel-nappal és utána bezárna a falba. Ja, hogy nincs vége a balhénak, még jönnek. Emileg felvettem egy molotovot, de azt sem tudom, hogy hogy kell használni, úgyhogy most nem kísérletezgetem. Egyelőre! Így bassza. Na, köszönöm szépen, kedves játék. G betűvel. Jó. Hol vagytok, parasztok? Dikmán, szevasztok. Ezt tegyétek zsebre. Hát ezt ugye elég lazán kicsapta a srác. Elővesszük a nehéz tüzérséget. Hú, bazd meg, ezzel is, de rohadt nehéz célozni. Meg kéne flankelnem őket valahogy, mert így nem leszünk jóba, de lehet, hogy egyszerűen csak elfutok, mielőtt szétnyírnak engem. Kicsit sokan vannak. Gyerünk, Accio Auditore! Majd most csirke vagyok, hogy így elmenekülök simán? És mindenki ezzel lesz tele a komment szekció. Ne szállj! Mekkora egy félős buzi vagy. Hát én csak reálisan játszom a játékot. Hát most a faszom se fog itt keménykedni, amikor az egész banda utánam jön. Ó, jaj, hello főnök, hello, hello, hello. Egy-két öklöstán ajándékban. Esze, bazd meg. Hova jössz, te paraszt? Ó, bazd meg. Medkit, medkit, de hogy tudom használni a medkitet? Azt senki nem mondta el. Ó, bazd meg, jó van, jó vagyok. Hát elintézzük őket a gecibe, bazd meg. Akarom mondani, a manóba. Bocsánat, tudjátok, hogy az ilyen pörgős játékoknál néha elvesztem az agyamat. Futás! Ennyi! Lelépni! Ó, bazd meg! Adrenalin shot C, akkor a C-vel tudok izélni? Aha, C-vel tudok életet tölteni. Nem láttam ezt a parasztot, hogy itt van! Mi a fasz? Ja, hogy ez az, az én haverom a kocsival? Alice, te vagy az? Király! Lépjünk le, Alice! Elég fassa volt a belépőd. Pattanj be a Verdába, aztán tűnés innen. Jaj, ez kurva jó volt, srácok. Így kell lelépni a tetszí helyéről. Irány vissza Szemi bárjába. Ah, fasza, fasza ez a játék eddig, tetszik. He stayed dead, not let him. Let's get back to Sammy's. Jajjajjajjaj. Kicsit lesodródtam az útról. Kurva jól néz ki a játék egyébként most így esőbe éjszaka. Sammy biztos örülni fog, mert nagyon nyomta már ez a haiti probléma. Ezt meséli Alice. Sometimes I think he's lost the taste for this shit. Just because a man don't rush to violence don't mean he lost something. Jó kis összetákolt hídomát csapatunk. After, you know? No, I don't know. Explain it to me. Don't matter if it's a bullet or the hand of God. We all go sometime, right? I suppose. But Ellis, we don't need to talk about. I pray that Pops outlives the both of us. But if he doesn't, every motherfucker in the hollow's gonna be looking to us or gunning for us. Just saying we gotta be ready when that day comes. Yeah, well, that's not something we gotta worry about right now. Alice már arról beszél, hogy mi lesz, hogyha Sammy meg fog halni, akkor nekünk kell átvenni az ő helyét. Mi van, Alice, te vagy a tégla a fekete maffiában? Ez elég gyanúsan hangzott, ez a szövegelés. Na mindegy, nem kezdek el összeesküvés elméleteket gyártani, de azért ez fura volt. Na menjünk, meséljük el Sammynek, hogy elintéztük a problémát. Itt baszhatunk egy jobbost. Nagyon jó. Első osztályú versenyző szkíjeim vannak. Tök jó a tükröződés, semmit nem látok. Na most jön fel a nap.
Parkoljuk a Verdát. Parkó órába berakjuk az 50 centet. Jaj, na meséljünk az öregnek. The Fang Lincoln didn't understand, or maybe want to understand, is that for a man like Sammy, there's always going to be more Lincoln nem értett meg, hogy a Sammy féléknek mindig lesz több Haiti, mindig lesz ellenség. Ez egy örök kör. Mindig lesz ellenség. That's how Lincoln ended up working for Sal Marcano. Így kezdett el Lincoln Sal Marcano-nak dolgozni. They won't be bothering us again. It was a mistake sending you down there. Sal Marcano az olasz maffia, gondolom. Isn't any different than what I was doing before I left? You probably don't know this, but every night on the TV, right after the news, they show the names of all the boys killed over there in Vietnam. Minden este a tévében bemondták a halott vietnámi katonák nevét, és Sammy mindig ott ült a tévé előtt, és várta, hogy a mi nevünk mikor bukkan föl. De nem bukkant föl. De előbb-utóbb elfogy a szerencsénk, azt mondja Sammy. So, what are we gonna do about Marcano? Na, mi újság az olaszokkal? Pam has got damn money one way or the other. Fizetnem kell neki. The lottery. No. But Sal called a bit ago. Wants you to meet him at the country club. Says he's got something in the works. Square things up between us. Na, találkozni akar velünk, az olasz csóka, Sal Marcano. They're not gonna say no to Sal Marcano. He says you get to come in, you get to come in. Fine. Always did want to see the inside of that place. You need to do whatever Sal asks, yeah? Mindenképp meg kell tennünk, amit kérni fog tőlünk az olasz. Yes, sir. Nincs választásunk. Hát oké. Lássuk, mit akar a Don. Sal Marcano. Jó nagy szarba vagy, Sammy. De nem baj, kimosunk belőle. Itt az ideje változást hozni. A Retrusse Yacht Klubban kell találkoznunk Sal Marcanoval. Úgyhogy bepattanunk itt a Supernatural-es Verdánkba. És akkor oda dzsalunk. Oda dzsalok hozzá, és azt mondom, szép lány vagy a legszebb itt, igen, de nekem még nem mondtál igent. Nem kérek tőled semmi mást, csak egy kis olasz maffiát. Remek hangom van, nem? Köszönöm szépen. Még nedves az aszfalt szerintem, és azt tükröződött vissza így a napfénybe. Lehet, hogy alacsonyak a textúrák, de... Éj, fék! Lehet, hogy alacsonyak a textúrák, de a tükröződések meg a fények annyira jól meg vannak csinálva, hogy egyáltalán nem lehet azt mondani a játékra, hogy ronda. Na, irány New Bordeaux-nak a gazdag negyede. Ott még úgyse voltunk. Elvégezzük az olaszok piszkos munkáját. Kicsit fosok, amikor ennyivel megyek. De amíg zöld a lámpa, addig oké. Na, ez most pont piros. Megúsztuk. Hát elszáguldottunk egy zsernyák mellett, de úgy néz ki, hogy egyelőre nem akarnak balhézni velem. De veszélyesen élek! Már megint behúzzak! Állj vissza, állj vissza! Na, ilyenkor mi van? Halló? Ja, B, bocsánat, ott írja a bal alsó sarokba. Hát megzúztuk a gépezetet rendesen, srácok és lányok. De nem baj, semmi gond, megyünk tovább, mintha mi se történt volna. Mik ezek a fények? Ez mi? Mi az, hogy bejön az árnyék, aztán eltűnik? Elég para. Függetlenség napja, vagy mi történik? Hát azért bugos ez a játék, vagy én nem tudom.
A felhők nem száguldoznak az égen ilyen gyorsan, attól tartok. Na itt is még vizes az út. Na itt a jachtklub. Ú, neki koccantam a zsernyáknak. Ó, bazd meg. Rázhatom le a zsarukat. Jó van, ne száj. Ügyes voltál. Kurvára lerázom őket. Kilőtték a kerekemet? Ja, jobb hátsó gumit elvesztettem, fasza. A faszomba rázzam le őket, hát gyorsabbak, mint én. Ó, bazd meg, ez hiányzott még tényleg. Ó, jaj, bocsánat, két embert elsodortam. És lőjem agyon a zsarukat, vagy mi a fasz? Tönkretették a Verdát, kurva életbe. Ez így nem lesz jó. Az meg milyen maffia lesz így belőle, nem tudom lerázni a zsarukat. Sprinteljél Lincoln a rohadt életben, mert baj lesz. Jó, hogy nincsen nálam fegyver, az úgy fasza lesz. Gyerünk, menjél! Menjél, te paraszt, menjél! Áj, bassza meg... Hát akkor olyan klasszikus GTA-s megoldással elbújunk itt egy random házba, és reménykedem, hogy lerázzuk őket. Bár most a küldetés visszaváltott arra, hogy irány a jachtklub. Most nem tudom, ez azt jelenti, hogy lejárt a körözés, mert a térkép még mindig így be van vonalkázva. Itt át tudunk ugrani? Nem. Szerintem még rohadtul köröznek, de mindegy. Kéne egy Verdát lopni valahonnan. Nehogy már itt ne tudja kiugrani. Hát... majd valami lesz. Kellett egy ilyen kis akció ide ebbe az epizódba, nem? Na jó. Ezt a kocsit szépen feltörtük, ha már az én szép drágaságomat szétlőtték. Ó, bassza meg, az egész utca tele van rendőrökkel. Ó, bazd meg, és felismertek, de hogy? Rohadt életben. Rázd le őket, ne szállj, csapassad! Csapassad neki! Büdös picsáva, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Jó, leráztam őket. Na most, hogyha visszamegyek, akkor megint észre fognak venni. És mi lenne, ha oda mennék gyalog? Hát gyerekek, ilyen másik Mafia 3 gameplayt se fogtok látni a YouTube-on, az biztos. Hopika! Hosszú katinkába oda megyünk. Nem fog észrevenni engem senki. Órák kérdése. Nem baj, srácok, itt vágok egyet. Ne kelljen végignézzetek, amíg beaszaszinkodom magamat abba a rohadt jachtklubba. Ó, ott egy hajó. Ezt valahogy el kéne kötni. Na mindegy. Ó, ez az. Vége a körözésnek. Hála a jó Istennek. Már ott figyelget a rendőr, aki ott húgyozik. Part szélén. De elvileg most már biztonságban vagyok. Megpróbálunk itt kipattanni a mólónál. Ezt eljutni abba a rohadt jachtklubba. Hát nem számítottam ekkora balhéra, de az utolsó pillanatban ugye nekiütköztem annak a büdös rendőrautónak. És már csak abban reménykedem, hogy itt ki tudok valahogy kászálódni a vízből. Gyerünk, Lincoln! Azaz. Hát kalandos egy utam volt. De hát hogy jusson el az ember egy jachtklubba, hogyha nem vízen át, nem? És már azt a 150 métert lesprinteljük. Aztán, hogy milyen Verdával fogok eljönni, azt nem tudom, de... Majd lesz valami. Kár, hogy itt a bokrokon nem lehet átvágni.
Nem baj, Nessai. Ügyes gyerek vagy. És mi lenne, ha azt az autót én most kurvára ellopnám, mert... nem kell a balhé. Nem kell a balhé, mert... megint rám hívják a zsarukat. Azt újabb 20 percet eltöltünk azzal, hogy megpróbálom őket lerázni. Hát igen, itt autóval vártak engem. Kicsit sútyó dolog, hogy így vízes ruhába, farmergatyába, autó nélkül megyek az olasz maffiához. Na hát semmi gond. Max nem fog neki tetszeni. Kérek tőle majd egy kocsit. Megmondom, hogy volt egy kis nézeteltérésem a helyi erőkkel. Halló, jó napot kívánok! How you doing? Halló? Mi lenne, ha beengednétek? The fuck you doing up here? Help goes into the back. I'm here to see Mr. Marcano. The name's Lincoln Clay. That a fact? I'll be goddamned. Mind your manners while you're in there, boy. Or they'll be hell to pay you here. Viselkedj oda, Ben. Hát viselkedek én, még autóm sincsen. Mondjuk így kapásból szétbaszom a kertet, de mindegy. Na. Georgie, ugye vele raboltuk ki a bankot. Been a long time, Georgie. Oh, ismerik egymást. It's been a long time. I think the last time I saw you was that night over in the French ward, right before you shipped out. Damn, if that wasn't a gas. Oh, I seem to remember me and Ellis running from the cops. And Danny ending up in the drunk tank. Hell, man, I bailed him out. Besides, it's worth it to knock the hell out of them cracker assholes. Smoke? Sure. Oh, cigire is megkínál. Sammy said Mr. Marcano wanted to see me. Mr. Marcano? Shit. Make him sound like a goddamn lawyer. You just call him Sal. Come on, he's in the back. Oh, azt mondja, hogy hívjuk csak simán Salnek, nem Mr. Marcano-nak. A szép háza van, bassza meg. I should have wore something else. Hát igen, kiöltözhettünk volna. Take it up with my old man. He'll tell him to kiss his ass. Nice thing about having fuck you money. Olivia, I hate to cut this short, darling, but I've got a meeting coming up. Remy, a pleasure as always, sir. Two more glasses. Na itt a főnök. Lincoln, good to see you. This is Vito Scaletta. He's the one I've been telling you about. Come on, Lincoln, sit down. Na mit akartok, olaszok? So you served in Vietnam, huh? Yes, sir. Sal tells me you earned a few pieces of tin over there. Well, I served with some good men. Nothing I did would have happened without them. Army? Marines? Regular army at first, and then I was recruited to the 5th SFG. Special forces. I told you it was something else. Now, not that anything's gonna go wrong, but just in case, goddamn, don't you want a man like that on your side? Dicsér minket a Marcano ennek a Vitónak. Look, I got a couple things to take care of. Thanks for the drink. És kérdeztek ugye a háborúról. Én megmondtam nekik, hogy ja, fasz a gyerek voltam a háborúba. Fucking carpetbagger. Commission sent him down here from Empire Bay about 15 years back. He's been a pain in my goddamn ass ever since. Well, I guess you're wondering what this is all about. No. Yeah, Sammy didn't tell me too much. Mesélj, miről szól ez az egész? Twice a year, the feds take old money out of circulation and destroy it. Over the course of the next few days, that money's going to be delivered here to the reserve in town. Tehát, hogy elégedi, elégeti. No, sir. We are going to use that occasion to gain access to their vault. És ezt a lehetőséget, mikor a régi pénzt elégetik, fogjuk felhasználni arra, hogy kiraboljuk a bankot. Ugye, amit láttatok már az első részben. Pretty fucking ballsy. It's a chance of a goddamn lifetime is what it is. Vito's fronting a lot of money for the job, and he got us the combination to the vault. Have you had a chance to see Danny? No, not yet. Oh, well, you will. We brought him and his old man in on this, and they're gonna need your help, so go see them. They're still in that same place. There's something else we gotta talk about. Now, safe to assume you know about the problem Sammy's been having. I took care of the Haitians. Once things settle down, money will start coming in again. You see that right there? That's what I'm talking about.
You didn't sit around with your thumb jammed in your ass. You saw a problem, you went out and took care of it. Ja, ennyi. Nagyon, nagyon csípáznak minket az olaszok. Elmondtam nekik, hogy tudok szemi problémájáról, és már intéztem a haitiakat, úgyhogy hamarosan jön a pénz. But you know, even after we all evened up, you're still gonna be slopping around in the ass end of this city. Not much of a future in that. But maybe there's a different way forward, you understand? For all of us. What'd you have in mind? I want you to know I mean no disrespect when I say this. Sammy's a hell of a man. But he's not getting any... Ó, le akarja cserélni Sammy-t a fekete maffia éléről. Well, I don't think that Ellis is ready for that conversation. I'm not talking about Ellis. És minket akar, hogy vezessük. I want you to run the Hollow-t. I can't do that. Well, look here, if you're worried about Sammy, don't you understand? Now, he's always been on the level with me. And this job we're talking about, there's more than enough for him to retire on. He took me in when I had nowhere else to go. Treated me like a son. Hát, ja, gyakorlatilag ezzel arra kér, hogy áruljam el a Sammy-t és lépjek én a helyébe. Úgyhogy azt mondtuk a Marcanónak, hogy fuck you. I'd be lying if I didn't say I wasn't just a little disappointed. But I get it. Csalódott bennünk, de érti, lojálisak vagyunk. Ritka tulajdonság manapság. Do you still want me to help with this thing we've been talking about? You goddamn right I do. And when it's all done, you all be more than square with me. Janus nekem ez a... Ez olasz csávó, de azt mondja, hogyha megcsináljuk neki ezt a bankos balhét, akkor utána kvittek vagyunk. I'm trying to ascertain the level of training that Lincoln Clay received during his time in Vietnam. Someone like that you don't need to train. You point them in the right direction, you get the fuck out of their way. Úgyhogy most gondolom folytatódni fog az emlék onnan, ahol abban maradt legutóbb. Azaz, hogy megpróbálnak kifüstölni minket a zsernyákok a bankba a széf előtt. Így van. Így legyen igazam. Látlak titeket. Így is. Aha. Van ilyen szuperlátásom a V betűvel. Hát így könnyű. Ja, de amikor célzok, akkor nem látom őket. Hova futsz, buzikám? Ennyi. Fasza, leszedtük őket. Ó! Ja, hogy ők itt érkeznek a helyszínre. Ez menő. Megfúrják alulról a bankot. Hát damn, Ellis, what took you guys so long? Ja, az Ellis az, a tesónk az. You and Lincoln both still in one piece? Yeah, we good. Where's Danny? He's pushing everything off to the side so that we have room to catch the money. Alright, well once we squared away up here, we start dropping it down. We'll make it quick. És oda dobáljuk le a pénzeket. Mekkora ötlet? Ó, bazd meg. Just worry about the money. I'll deal with this. Jönnek a szvatosok. Ennyi. Kapott egy buksist. Bazzek, hát kis pisztollyal vagyok a legbaszóbb. Gyorsan kéne töltényt fölvenni. Itt futok egy kört a hullákon, fassa, és vissza fedezékbe. Aha. Azt magyarázza, hogy hogy tudunk a fedezékek között mozogni. Ajjaj, jönnek megint a zsernyákok. Ó, bazd meg, de sokan vagytok. Sotisokkal vigyázni kell, bazzeg, mert egy nagyobb lövés, az nekem annyi. Így, bazzeg, most... Ez nem lesz egyszerű, jó körülvettek a buzeránsok. Oké, okay, ott egy fejes, hányan vagytok még? Itt jön az erősítés.
Oké, okay, kifogyott a puskunk, úgyhogy machine gunnal megsorozzuk őket egy picit. Azt meg elmegyek tölteni, mert baj van. Gyorsan vett ki, jó. Jaj, nem jó! Én nem tudok lőni. Na végre. Hú, jetsz. Gyorsan pisztolytöltényt veszünk föl. Igen, igen, nagyon jó. Jó, elintéztük őket. Irány a páncélterem. Hú, bazd meg, hogy nézel ki. Ajaj, valami nem okés. What the fuck is that gonna accomplish? With any luck, it'll blow a hole big enough for y'all to drop down. Megpróbálja TNT-vel berobbantani a lyukat, hogy mi is átférjünk rajta. Ó, bazd meg! Futás, srácok! Azt a kurva élet! Lerobbantotta az egész széfet. Ez kemény. Szép, bazd meg. Szépen vagyunk. Mindenki él. Így baszod. Danny. No one really knows why Sal Marcano turned on Thomas Burke. But he took Point Verdun from him and gave it to an enforcer named Roman the Butcher. Roman the Butcher. Thomas Burke ellen, de elvette tőle Point Verdun területet. Danny Burke was part of the heist crew. I mean, he was a gearhead. Ah, és Danny Burke. Ő volt ugye velünk, neki szorult be a lába. He figured if the heist was a success, Sal would forgive him and return Point Verdun. És neki visszaadta ezt a területet. Hú, bazznek, bonyolultan csavarodnak itt a szálak. Na most akkor megismerjük ezt a Burke családot. Igazi jó munkás emberek. Ah, átütötték az alvás számot. Casanova Clay. Shit, man, it's so fucking good to see you. You too, Danny. How's Nikki? Damn, she wanted to be here. Egy régi haverunk ez a Danny Burke is, úgy nézem. Ez a gondom a faterja. Come on, let's grab a beer. Wait for the old man to chill out, and then we can get down to it. Yeah. Igazi jó munkás család. Összegyűlt az egész haveri kör. Itt van Alice, a tesónk, Georgie ugye az olasz maffiából, meg ez a Burke a jó munkás családból. And take the ladies. Megy a sztorizgatás. Hell, man, leave me out of this. Did you fucking my car? Nah, ain't no big deal. I was always wrapped up tight. Besides, I already got one fucking bag. Mi van, megbaszott egy nőt a mi kocsinkba? Amit egyébként a zsaruk szétlőttek, úgyhogy mindegy. I don't need to be riding around sitting in your shit. Hey, and you, funny man, you want fucking help? Like hell I am. Shit, I didn't get any. Yeah, well, it's just new. Jesus Christ, you fucking joker. Most mindenkit beszervez a balhéba. Lincoln. All right, that we hear you. Megjött a fater. Donnie and Ellis, you're gonna use the drills to cut a hole up through the bottom of the vault. You and Georgie, you'll be inside. You're to drop the money down, then get the hell out of there. Ja, ő tervezi meg az akciót, az öreg. So we need a boat to get it through the canals and into possession. Well, Ellis and I are worried about the boat. See, Georgie's old man flipped the guard at the reserve, giving you his truck. Between that and the uniforms, and no one gonna give us a second look. Come on, let's get moving. Still gotta swing by Skeletta's and finish up some prep work. Hey, and you two assholes, don't think this gets you off the hook when it comes to my car. Y'all best get ready to clean it. I ain't cleaning shit. A kocsit majd kitakarítatjuk velük. Kár volt benne szexuálni. Oké, szóval ez a Burke fater, ő tervezte meg az akciót.
ebben a bankban. About the canals underneath the city, and that one of them went right under the Federal Reserve. És most az ő lánya mesél, hogy hogy volt ez az egész. És ugye az volt a terv, hogy alulról fölfúrnak, majd lent a csatornában elmenekülnek egy hajóval. És azt nehezményezi, hogy ugye a saját fiát is elküldte a csapatba. És Danny életét vesztette. Gondolom azt majd most kiderül, hogy hogyan. Ó, jaj, baszod. Oké, srácok, itt a nagy balhé, el kell menekülnünk a csatornában egy hajóval itt a bank alatt. Itt hagyjuk abba a második részt, innen fogjuk folytatni. Dobjatok egy lájkot, hogyha továbbra is tetszik a sorozat, illetve olvasom továbbra is a kommenteket, tök jókat írtatok az első rész alá is, úgyhogy mondjátok el a véleményeteket a játékról. És persze, hogyha most jársz itt először, ne felejts el feliratkozni. Én még mindig Nessai vagyok, drága pingvinek, találkozunk legközelebb is. Na, szevasztok! Elég volt? Vagy kértek még a pofátokba? Wow, 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 wow